Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Ösztűz, én Fekete Rita vagyok, állandó vendégünk Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Jeruzsálemből! Nagyon köszönjük a nézőinknek a figyelmét, mert nagyon sokan szokták nézni hétről hétre az Ösztüzet, és kérek mindenkit, aki még nem tette, iratkozzon fel. Ennek olyan haszna is van, hogy értesítéseket fognak kapni arról, amikor föltöltjük a következő videónkat. És akkor most csapjunk is bele itt a kellős közepébe a műsornak. Hoztam három idézetet, vagy három témát szintén erre a napra. Joe Biden elnök aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valós veszélyt jelent a taktikai nukleáris fegyverek bevetésére. Miután Oroszország a közelmúltban ilyen fegyvereket telepített Fehér Oroszországba, írja a Reuters. Ugye vita van arról, hogy valóban sikerült ez a telepítés vagy sem, illetve láttam Putyintól is egy nyilatkozatot, aki pedig úgy fogalmazott, most szabadon idézve, hogy nincs szükség nukleáris fegyvereknek a bevetésére, ugyanis ők úgy látják, hogy Ukrajna ki fog fogyni a fegyverekből, és hogy nem tartják szükségesnek azt, hogy ehhez a fegyverhez nyúljanak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Oroszország, mikor a nukleáris fegyveréről gondolkodik, ezeknek az alkalmazását fontolgatja, akkor ezt nem csak az ukrán-orosz háború kontextusában gondolkodik ezeken a dolgokon, mert sokkal tágabb konfliktus kontextusában, ami most Oroszország és a kollektív nyugat között zajlik. Hát nem véletlen, hogy megtörtént ez a telepítés Fehér Oroszországba. Fehér Oroszországnak van egy igen komoly kitettsége Lengyelország felé, vagy nyugat felé, mondjuk ez egy gyenge láncszem Oroszországnak a láncingén, mondjuk úgy, és ezt a gyenge láncszemet próbálták megerősíteni az oroszok avval, többek között ez volt az egyik célja ennek a rakétatelepítésnek, hogy jelezzék a nyugat felé, hogy Fehér Oroszország épp olyan, mint Oroszország, ezért helyezzük el ezeket az atomfegyvereket oda. Tehát én azt hiszem, hogy teljesen mellékes, hogy Putyin elnök vagy valamilyen más orosz vezető mit mond az atomfegyverekről. Abban a pillanatban, hogy megemlítik ezt a szót, én azt hiszem, hogy már abban a pillanatban összerezzenünk, és a lélektani hatást eléri vele. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, és egy igen aggasztó dolog, hogy látunk egy hatalmas virágzását, mondjuk úgy, az orosz doktrinális gondolkodásnak a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban. Tehát talán még soha nem beszéltek ennyit Oroszországban publikusan arról, hogy hogyan kéne alkalmazni az atomfegyvereket, hogyan lehet a meglévő atomarzenáliát Oroszországnak relevánssá tenni a jelenlegi válságban, és erre mondják azt, hogy a szokásos közhelyen, hogyha az első felvonásban megjelenik egy fegyver, akkor általában a harmadik felvonásban az el fog sülni. De ennek még az elrettentés a célja az önvéleménye szerint ennek a kommunikációnak? Vagy megy az országon belül is egy komoly gondolkodás arról, hogy át kell gondolni, hogy mit is kezdünk azzal az atomarzenállal, aminek a tulajdonában vagyunk? Azt hiszem, hogy ez két síkon folyik ez a dolog. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a kommunikáció szerves része az elrettentésnek. Nagyon nehéz úgy elrettenteni, hogy nem kommunikálsz a másik oldal felé. És ezzel, hogy látják ezt a zsongást, mondjuk úgy, ezt a gondolati zsongást e körül a téma körül, ez azért átad egy nagyon-nagyon markáns üzenetet a nyugat számára. Ez, ami a szimbolikus részét illeti, vagy az elrettentő kommunikációs részét illeti a dolognak. Ami a gyakorlati részét illeti a dolognak, én azt hiszem, hogy van ennek egy nagyon komoly gyakorlati jelentősége, mert föl is készíti az orosz közvéleményt arra, hogy ezeket az eszközöket alkalmasint be is vethetjük. Tehát nem fogja az orosz, legalábbis az orosz közvéleményt nem fogja egy meglepetésként érni, hogyha holnap Oroszország úgy dönt, hogy bevett egy taktikai atomfegyvert valahol, akkor ez nem fogja felkészületlenül érni az orosz közönséget, az orosz elektorátust, és ez egyfajta támogatást biztosít, vagy legitimációt, vagy mandátumot ad, nyilvános mandátumot ad az orosz politikai vezetésnek, hogy ezt a lépést megtegyék. És különben nagyon érdekes dolog, valami hasonló dolgot látunk Kínában is. Ott is van egy ilyen diskurzus. A Kína nagyon nagy ütemben fejleszti a nukleáris arzenáliát, és ebben párhuzamosan van egy félig publikus, félig titkosított diskurzus a kínai nukleáris doktrinával kapcsolatban. Tehát nagyon érdekes, hogy mind a két nem státuskó állam ezt a felülvizsgálja most a doktrináját, és van egy nukleáris doktrináját, és van egy nyilvános párbeszéd ebben a témában.
Pont Kínát akartam szóba hozni, mert valóban Bidennel összhangban igazából a kínai vezetés is inkább az aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a világon a jövője ezeknek a nukleáris fegyvereknek. Ahhoz képest, hogy ennyire aggódnak, nagyon, nagyon szorgalmasan fejlesztik a saját nukleáris arzenáljukat. Kínával kapcsolatban el kell mondani, hogy szinte egy nagyságrendel alacsonyabb szinten állnak per pillanat, mint Oroszország és az Egyesült Államok. Tehát Kínának van 1000-valahány atomtöltete, és a másik két szuperhatalomnak pedig több mint 6000, tehát 6000 körül, több mint 5000, 6000 körüli atomtölteteik vannak. Tehát Kína érzi ezt a lemaradást a másik két szuperhatalommal szemben, és nagyon érdekes dolog, ahogy látjuk Kínát erősödni a nukleáris vonalon, vagy a nukleáris hadszíntéren, egyre gyengülnek, egyre halkabbak lesznek azok a hangok, amik a nukleáris önmérsékletről beszélnek. Van egy ilyen közhely, amit állandóan hallunk nyugati elemzőktől, hogy Kína határozottan ellenzi azt, hogy valaki atomfegyvert vessen be, vagy Oroszország atomfegyvert vessen be, stb. Most ez a fajta kommunikáció Kína részéről, ez a múlthoz tartozik, mikor Kína még igen gyenge volt ezen a téren. Ahogy Kína erősödik, egyre kevésbé fogjuk hallani ezeket a mantrákat, ezeket a hegyi beszédeket, hogy hát mégse kéne, meg Irgun-Burgun, meg ennyi, meg ne tessék atomfegyvert használni, mert ők maguk is ezt fontolgatják, és ezelőtt egy pár hónappal volt egy igen nyilvános diskurzus Kínában arról, hogy Kína felmondja azt az elvet, hogy nem fognak elsőként bevetni atomfegyvert. Tehát látunk egy elmozdulást Kínában is a nukleáris doktrinával kapcsolatban, és óva intek mindenkit attól, hogy 10, meg 15 vagy 20 évvel ezelőtti sémákba kapaszkodjanak. Na itt Kína, Amerika és Oroszország után hozok egy kisebb államot, a svédeket. Az az érdekessége ennek a témának, hogy a svédek is nagyon erőteljes fegyverkezésbe kezdtek, méghozzá azzal indokolják, hogy félnek egyfajta orosz támadástól, és úgy látják, hogy meg is van a reális esélye annak, hogy Oroszország megtámadja őket. Nem mondták, hogy mikor, tehát nem valószínű, hogy most az ukrajnai offenzíva, vagy katonai beavatkozások alatt, vagy háború alatt tennék ezt, de a realitását mégis ők érzik. Mondjuk úgy, hogy Svédország kapott ingyen, idézőjelben ingyen kapott egy igen értékes golyóálló mellényt, amit úgy hívnak, hogy Finnország. Tehát ahhoz, hogy Oroszország a szárazföldi úton megtámadja Svédországot, ahhoz először meg kell támadniuk egy NATO államot az összes következményével együtt. Ez, ami a szárazföldi hadszínteret illeti. Ami a tengeri hadszínteret illeti, ugyanannak a balti tengernek a partján laknak a svédek is, meg az oroszok is, és egy tengeri összecsapás már, egy közvetlen tengeri összecsapás Svédország és Oroszország között már egy valószínűbb dolog, de én azt hiszem, és tudom, hogy most egy meglepő gondolatot fogok mondani, nem vagyok benne biztos, hogyha én Svédországnak a biztonságát, az a célom, hogy Svédországnak a biztonságát megerősítsem, én nem vagyok benne biztos, hogy a helyes útja ennek egy NATO csatlakozás lenne. Én, hogyha legalábbis az én meglátásom szerint sokkal bölcsebb lenne a svédek részéről, hogyha kihasználnak ezt az ingyen golyóálló mellényt, amit Finnország jelent nekik, fegyverkeznének, és emellett kötnének valamilyen titkos együttműködési szerződést a NATO-val, és így biztosítanak be magukat. Ez nem egy új gondolat, Svédország már volt ebben a helyzetben, és Svédországnak az 50-es, 60-as években volt egy csendes megállapodása a NATO-val, egy csendes együttműködés a NATO-val, és ilyen szempontból azóta Svédországnak a helyzete csak javult. A tűzvonal másik oldalán mondjuk, hogy már nem a Szovjetunió, hanem csak Oroszország, sokkal kisebb erőforrásokkal, mint a Szovjetunió, megkapták ezt a finn golyóálló mellényt, ami ott van közöttük és Oroszország között, és én, ha a svédek helyében lennék, én nem sietni csatlakozni a NATO-hoz, mert egy ilyen csatlakozásnak ára is van. Hát abban a pillanatban, hogy én tagja vagyok egy szövetségnek, és ez a szövetség esetleg holnap háborúba keveredik Oroszországgal, akkor az én városaim, az én lakosságom is épp úgy ki van téve orosz konvencionális vagy atomcsapásoknak, mint bármelyik másik NATO tagállam. Tehát lehet, hogy én ezt megsporolnám magamnak, és inkább kihasználnám ezt az ingyen golyóálló mellényt, amit Svédország jelent, és otthon fegyverkezni. Úgy tűnik, hogy még erről egyébként nincs szó, mert a svéd vezetés úgy nyilatkozott, hogy a vilniuszi NATO csúcson ők közelebb akarnak kerülni a NATO csatlakozáshoz, de mondtak még érdekes dolgokat ezen kívül, például azt, hogy Oroszországnak totális katonai vereséget kell szenvednie, és hogy a svéd EU elnökség ideje alatt sikerült összeállítani a 14. szankciós csomagot, de mégsem ez a legfontosabb kérdés, hanem hogy milyen lesz az európai országok kapcsolata Oroszországgal a háború után.
kifejtette a svéd politikus egyébként, hogy nem az Oroszország itt marad, tehát a háború után is lesznek vele szomszédos országok, tehát ezzel a hatalommal számolni kell, és ő úgy gondolja, hogy totális vereséget kell ahhoz szenvednie, és Ukrajnának egyértelműen meg kell nyerni ezt a háborút, hogy hát, hogy az európaiaknak jó legyen. Én attól tartok, hogy őszintén tartok ettől a dologtól, hogy, hogy fölébresztettünk egy alvó medvét. Oroszország egy hanyatló hatalom volt, buzgón hanyatlott úgy demográfiailag, mint gazdaságilag, és a kérdés az, hogy evel a háborúval sikerült-e leteríteni a medvét, vagy legalább földre vinni a medvét, meggyengíteni a medvét, vagy pedig csak egy olyan kihívást állítottunk elébe, ami megerősített, és hosszú távon egy sokkal veszélyesebb Oroszországgal fogunk szembenézni. Én nem tudom, de ezzel a forgatókönyvvel is számolni kell, és ez igen-igen nagy aggodalommal tölt el engem. Látjuk azt, hogy Oroszország fejleszti a hadiparát, látjuk azt, hogy Oroszország fejleszti a haderejét, fejleszti a nukleáris arzenáliát, és ha ezzel a háborúval nem érjük el ezt a célt, amit a svédek akarnak, akkor egy óriási öngól volt. Tehát, hogyha úgy fejezzük be ezt a háborút, hogy Ukrajna a romokban, Oroszország megerősödve katonailag, és sokkal agresszívebb, sokkal nacionalistább Oroszország, sokkal konfrontatívabb Oroszországgal kell együtt élni ezen a kontinensen, akkor kár, hogy belekezdtünk ebbe a háborúba. Hát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet volt, és hogy ennek a kimenetele egyértelműen pozitív lesz. Én azt hiszem, hogy sokkal bölcsebb dolog, hogyha nem mindig a legjobb kimenetelre építünk, hanem számításba vesszük azt, hogy vannak ebben a pakliban sokkal rosszabb kártyák is, és azok kerülhetnek fölőre. Azt mondta, hogy nem kellett volna elkezdenünk ezt a háborútól, hogy így fogalmazott. Hát most szinte hallom a lelki füleimmel Magyarországon ugye tételmondat nagyon sok elemző szájában, hogy Oroszország kezdte a háborút, és ő az agresszor, tehát a nyugat erre csak reagál. Hát ezzel kapcsolatban én már számtalanszor kifejtettem a véleményemet. Én azt hiszem, hogy mind a két fél megpróbálta megváltoztatni az előnyére a státuszkót, ami Ukrajnával kapcsolatos. Volt egy semleges pufferállam a két tömb között, és mind a két fél megpróbált előnyekre tenni szert ezen a területen, és nem kizárt, hogyha a nyugat nem teszi meg ezt a lépést, hogy ezt az egy lépést kelet felé, ezt a nyugatnak, a NATO-nak a behatolását Ukrajnába, akkor az oroszok tették volna meg ezt a lépést kelet felé. Most vagy így, vagy úgy, mind a két dolog lehetséges. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon Európának az érdeke, az biztosította volna Európának a biztonságát, hogyha ez a háború akkor következik be, mikor Európa sokkal erősebb katonailag, sokkal függetlenebb gazdaságilag, és nem ebben a helyzetben. Lehet, hogy Oroszországot meggyengíti ez a háború, de teljesen biztos vagyok benne, hogy Európát is meggyengíti ez a háború, és nem tudom, ki fogja megnyerni ezt a versenyt lefelé. Tehát én azt hiszem, hogy én nem látom azt, hogy azt a teljes elkötelezettséget Európa részéről arra, hogy Oroszország teljes veszteséggel kerüljön ki ebbe a háborúból. Én azt hiszem, hogy inkább ilyen immelámmal, ilyen fél célok felé törünk, fél eltökéltséggel mondjuk úgy, és igencsak visszaüthet a végén. Na, a végére hoztam egy ilyen nagyon-nagyon színes hírt. A Mandiner Makronomon lehetett olvasni ezt. Egy ember életében csak 4-szer utazhatna repülőn, íme egy zöld ötlet. Van egy ilyen, a francia zöldek egyik szószólója vetette fel ezt az ötletet, és olyan szempontból gondoltam idehozni, hogy hát mi sokat beszélünk a fegyverekről, tehát a fegyvereknek, ezeknek az eszközöknek a mienségéről, nyilván itt van ez a háború. Hát azt nagyon ritkán vetik fel, hogy mindennek, ami itt mellettünk folyik, milyen környezeti hatásai vannak egyáltalán a fegyvergyártásnak, milyen környezetre gyakorolt hatásai vannak, de a magánemberek, vagy a természetes személyek életükben csak 4-szer ülhetnének repülőre a francia zöldek szerint. Én úgy gondolom, hogy ön már akkor nem kéne, hogy többet repülőre üljön. Én azt hiszem, hogy minden válság kihozza az emberből az ígyét, a lelkének a legmélyebb rétegeit, és azok, akik úgy gondolják, hogy egy egzisztenciális klímaválság elé nézünk, belőlük is kihozza ezt a totalitárius dolgot. Tehát én azt hiszem, hogy minden ilyen aktivistában, a legtöbb ilyen aktivistában, és az teljesen mellékes, hogy egy szélsőjobbos, szélsőbalos klímaaktivista, bár ezek az aktivistákban általában egy totalitárius figura van a lelkük mélyén, az ideológusnak az álcája, a vékony,
vékony cellofán borítás alatt ott van egy totalitárius, egy diktátor, aki üvölt, hogy ki akar bújni. Ő teljesen mellékes, hogy mi a cellofán, hogy ez most a cellofán a klíma, vagy Ukrajna megvédése, vagy Oroszország megvédése, vagy bármilyen más őrület, amivel találkoztunk az utóbbi évszázadokban, vagy évtizedekben. A lényeg az, hogy vannak emberek, akiknek az életük feladatának tartják azt, hogy megmondják, hogy mások hogyan éljenek, és elő akarják írni másoknak azt, hogy hogyan éljék le az életüket, és van egy ilyen embertípus, és tartsuk magunkat távol tőlük. Én nagyon szépen köszönöm, hogy most is beszélhettünk ezekről, ennyi fért ma az Ösztűzbe. Köszönjük a figyelmet is, Robert C. Kestel biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa volt a vendégünk, és jövő héten pénteken jövünk újra.